Suzuki és a Toyota jó sok különböző együttműködést hozott már létre a sok-sok év során, viszont mi európaiaknak kicsit meglepetés volt, mikor ugye bejelentették, hogy 2 Toyota modellt átvesz Suzuki kb. Teljes egészében, csak az emblémát változtatja meg, ez pedig, ha a Toyotában nézzük, akkor a Corolla és a RAV4-nek a plug-in hibrid változata. Na, mi most a Swayze-t, vagyis a Toyota Corolla variánst fogjuk megnézni, mert hogy az kapott egy faceliftet, így ránc felvarták az új Suzuki Swayze-t is. Na nézzük meg, milyen lett. Ez a 4655 mm hosszú kombi igazából az egyik legjobb választás azoknak, aki jól fogyasztó, megbízható, takarékos autót akarnak, és kell hátul a hely. Mindig ez a lényeg a kombiknak. Nem felszízünk, nem a forma a lényeg, nem kell a 20 szolos felni, praktikum kell, egyszerűség kell, és ilyen esetben természetesen automata váltó már ezeknél az új autóknál. Na de hát mi változott? Sok minden nem, kicsit átlettek rajzolva a lámpák, picit más a hűtőmaszk, ez most igazából a Toyota Colorára értem, és mindent vegyünk át a Suzuki Swayze-re is, és ugye egy Suzuki-n annyi a változás, hogy kicsit más, hogy van ez a jel. Ugyanúgy néz ki, nem kellett nagyon elrontani, ez nem az izgalmas vonalakról szól, ugyanakkor azért meg van hajlítva kicsit a motorháztető, ha megnézitek, ennyi bugi kell bele, tök jól néz ki ennek is, már C-oszloptól így fölfelé megy kicsit az ablaka, hogy hát ilyen kupészerű legyen, itt fut végig egy vonal, és akkor jövünk hátra, ez a konkrét felszereltség még egy ilyen kis szárnyat is kap, amúgy nem rossz ez a fényezés sem, hátul nekem semmit nem változott. Van ilyen kapukipufogó, utánzatos króm műanyag itt hátul, ezt én annyira nem csípem, ott jön ki alul a kipufogó egy darab kis aranyoska, tehát ez van, ezt kell szeretni, nincs ezzel semmi baj. Külön örülök, hogy nézd, ilyen praktikumokat rádobott a Suzuki, mint például ilyen bicikli tárolós tetőcsomi tartót, éppen mit szállítasz rajta, meg azért van ilyen jópofán matricázom, mert ez a Suzuki Camp a rendezvény neve, ahol most én ezt tudom forgatni ezt az autót, és emiatt mutatnám nektek majdnem 600 literes csomagterét a Swayze-nek, de annál sokkal többet mutatok, mert itt tele van dobálva mindenféle intersportos termékem, hogy ez volt a lényeg, hogy ők hoztak le ilyen egyedi dolgokat, és jópofán öltöztessük föl a különböző típusaikat a Suzuki-nak. Úgyhogy hát most először azt tudom bemutatni, hogy látjátok, maximálisan 1600 liter helye van egy ilyen kombinak. Kicsi szördeszka, minden apróság, hát mintha megindulná nyaralni. Két emberrel, mert hát oda már hátra így nem ült semmi, meg hát ilyen sátornehezékek. Na, ez csak jó pofaság, amúgy egy normális 600 liter környéki csomagtere van, itt alul még mankókerékkel, és menjünk előre, mert az a változás egy Toyota Corollához képest, hogy ebben az 1,8 literes 4 hengeres benzinmotor van, és természetesen akkumulátorok, mert hogy hibrid, és ezzel itt elő van az aksi, ezért ott abban kicsit több hely van. Na nyissuk ki ezt. Ami itt van a Swayze órában, az már a Toyotának az 5. generációs hibrid rendszere. Gondoljatok bele, 2000-es évek előtt több mint 20 éves tudás, már még több a tudás, de hogy tényleg már 5 generációt gyártják ezeket az öntött hibrid és most már plug-in hibrid motoros változatokat is Toyotánál. Tehát a Suzuki azért jól döntött, amikor azt mondta, hogy jó, ezt vegyük át, ezt csináljuk. Itt van egy Suzuki plaket, de ezt most engedjük el. Tehát ez az 1,8 literes szívóbenzines 4 hengeres motor, és ki van egészítve egy megnövelt erejű elektromotorral, ami most már 70 kW 53 helyett, ez is a fejlesztés rajta, de azt mondják, hogy attól még, hogy erősebb lett, még takarékosabb lett, mint a 4. generációs változat. És a vezetési szempontból meg ez pozitivitás, hogy az első kerékhajtású autó most már összteljesítményben 140 lóerő. A beltere az autónak sokat nem változott, megmaradt minden, ami eddig is volt. Itt előttünk egy 7 szolos digitális kijelző, itt a 8 szolos, nem engedte bele a Toyota az újabb kijelzőjét, az megmarad a Corollában, bőven elezik ez a 8 szolos, annyi változott, hogy itt 2 tekerője volt az autókának, most már csak 1, de megmaradt a fizikai hangerő tekerő, erre tök jó, hogy figyeltek, ezt mutatja az egész beltér, nincs túl csicsázva, de ahogy egy ügyfél használni akarja, egy Suzuki, egy Toyota vásárló, fizikai gombok, tekerők, normális sebességváltókar, de azért már jutott bele ülésfűtés, ott a telefontartó elől van autóhold, ami tökre meglepett és nagyon jó, hogy egy ilyen kis hibrid autóban van, automata ablaktörlő, kormányfűtés, a kormányon is fizikai gombok, menet közben majd megbeszéljük a távolságtartó tempomatot, vászonülések, de deréktámasszal. Itt a Suzuki-nál ugye GL Plus vagy GLX felszereltségből lehet csak választani, ezzel az egy motor konfigurációval nincsen túljátszva, azon dönthetsz, hogy milyen fényezéssel szeretnéd, abból pedig van jó sokféle.
Azt kell mondjam, hogy mindig jönne, hogy ezeknél az LCVT váltóknál kiemeljem, hogy ó, hát ez nagyon buk, hát ez nem jó, meg nem is megy. És már ezt nem nagyon lehet elsütni ennél az autónál, mert amikor kicsit gyorsítasz, nem bug, hanem ad ki egy normális hangot ez a négyhengeres motor, és közben haladsz is, tehát nekem tökre arányban van a kettő. Amikor meg lepadlózod, akkor valahogy a hang is úgy jön meg, hogy mintha egy szívómotort forgatnál, nem az van, hogy egyből így és akkor ott tartja, és akkor valahogy próbál menni, normális. És ez jó. Örüljünk neki. Az apró zögykölődés, az a zászló nehezék lesz, hát ez ilyen, ha megpakolsz egy kombit. Az anyaghasználat korrekt. Meglepődtem, hogy itt az ajtó már puha anyagokból van összerakva. Itt is, ami előttünk van műszerfa, nem azért, mert minden nap ezt fogjuk fogdosni. A könyöklő nagyon kényelmes, az ülések jól tartanak, de régtámasz meglepően jó helyre jön ki. Ezt van, hogy drágább autók is elrontják, hogy vagy nagyon fent, vagy nagyon lent nyom. Jól kilátsz, jól be lehet állítani az ülést. Egy tök korrekt autó, azt kell mondjam. És ezen nem kell nagyon meglepődni, mert hát Toyota az alapja, és azok nagyon tudják ma, hogy mit kell gyártani. Látszik is az eladásaikon. Az autó fogyasztása városban ilyen 4,7 liter, kötőjel 5 liter. Valahol így fog megoszlani. Autópályán 6,5 liter, ha nagyon hajtod neki. Vannak vezetési módjaink, Eco normál sport, hát normál. Nem kell igazából változtatgatni. Azt hiányoltam belőle mondjuk, de hát ez is a Toyota játék, hogy mit adod, amit nem adod, hogy van benne tolatókamera, de egész gagyi, igen gagyi, nagyon pixeles a képernyő, de végülis látod rajta, hogy most ott van egy kuka, vagy éppen nincsen ott semmi, és tolathatsz. Amit viszont külön kiemelnék, az a távolságtartó tempomatja. Természetesen sávtart, távolságot tart, és kényelmesen, nem idegesen. Nagyon jól adagolhatóan, és pont azzal, hogy ugrottak kicsit lóerőben, amúgy 9,4 másodperc alatt gyorsul most már 0-ról 100-ra, egy 1,7 másodperces gyorsulás az előző Swayze-hez, Corollához képest, ami pont annyi, hogy mikor autópályán gyorsítanál egy komolyabbat, vagy a távolságtartó tempomat, hogy csak tartja a távolságot, és elmegy előle egy autó, és visszagyorsítana arra a tempóra, nem olyan idegesítő, mert nem búg annyira, ugye erősebb az elektromos motor, amikor van aksitöltés, és mindig figyel arra, hogy legyen aksitöltés, itt is látszik ezen a diagramon, akkor kényelmesen utána fog menni az autónak, és ezt a 130-as utazó autópálya tempót is most már normálisan fogja tudni. Városban eddig is tök elég volt ez a kis motor, hát azért 1,8 literes, de így most már a kicsit megnövelt elektromos lóerőkkel bőven elég lett ez az egész rendszer. Sajnos pár évvel ezelőtt még jobb dílek voltak ezek az autók, de ha azt nézzük, hogy kapsz egy új 4,6 méternél és nagyobb hibrid hajtásláncú autót, még ez nem is olyan rossz ár, mivel hogy most a hűség program keretein belül, amit minden Suzuki vásárló szerintem alá szokott írni, tudsz kapni egy 1 millió forintos kedvezményt, így a Suzuki Swayze GL Plus felszereltséggel 11.500.000 forint. Nem is olyan rossz ár, nem tudják betolni 10 millió forint alá, az látszik, de ez nem is egy rossz ár, GLX felszereltség pedig 13 millió forint akciósan. Na igen, hát ennyi egy autó, egy Skoda Fabiát is el tudsz tolni addig, tehát én ezzel már nem tudok mit csinálni. Baromi jó lenne, ha ez 8 millió forint lenne, mert tényleg már oda kéne mindennek érkezni, de sajnos ez a világban, hogy ennyivel drágább. De azért egy nagyon jó pakolható, látjátok, kényelmes, elég csendes, jó utazó autót kapsz. Itt azért már nem kezd utazó autót, mert minden napokban eddig is jók voltak ezek a hibrid rendszerek, a kicsi hibrid motorok. De ugye azért, amikor így egy családosabb, haladósabb autót akartál, akkor mindig kacsingattál a kettő, vagy inkább kettő fél szívó benzines hajtásláncú variánsok felé a Toyotánál, plusz ugye az elektromos motor, mert abban volt elég erő. Most viszont így az ötödik generációssal az 1,8 literes is megérkezett oda, hogy így, egy kombi változatban, hogy nem tolsz annyi levegőt, tök elég ez az egész. És mikor így gyorsítasz, akkor tök normális hangja lesz, nem lesz vele semmi extra. Én köszönöm szépen, hogy megnéztétek ezt a videót, mondjátok el, hogy tetszik ez az egész. Láttátok-e, hogy a Suzuki igazából így átvette a Toyotát? Kíváncsi vagyok a véleményetekre. És mit gondoltok erről az együttműködésről? Én köszönöm szépen, hogy megnéztétek ezt a videót. Jövünk további tartalmakkal, akár itt a YouTube-on, akár a többi platforminkon. Nagyon megköszönném, hogy iratkozz fel, ha még nem tetted, kapcsolatba a csengőcskét is. Jövünk további tartalmakkal. Jók letek, szavaztok!